Kedves nézőink, ígéretünkhöz híven hétfő van, és folytatjuk a beszélgetést Szakály József atyával, a kertvárosi templom plébánosával. Az apropója az a beszélgetésnek az, hogy nem tudtuk csütörtökön kibeszélgetni magunkat arról, amiről tulajdonképpen beszélgetnünk kellett volna, hiszen annyira belemelegettünk a felújításba és az advent, illetve a karácsonyi ajándékozásba, hogy lemaradt a legfontosabb, vagyis az eheti program. Jó reggelt, vagy jó napot ismét! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves tévénézőket. Mi történik a templomban akkor ezen a héten? Ezen a héten egy különleges programsorozatot indítunk el. Szeretett volna a mi egyházközségünk, a mi plébániánk is csatlakozni a Szent Atya fölhívásához, a hitével programjaihoz. Ugyanis idén októbertől a hitéve van katolikus egyházban. Pápa szándéka szerint megpróbálunk egész éven át, egészen 2013 Krisztus Király vasárnapjáig a katolikus hitre koncentrálni, hittel kapcsolatos észrevételeinkre, egyáltalán a hithez való hozzáállásunkra. A Szent Atya szándéka az volt, hogy újra felfedezzük a katolikus hit szépségeit, újra megismerjük azt, és még nagyobb lelkesedéssel, de ami talán legfontosabb, igazi belső meggyőződéssel tudjuk átadni egy új nemzedéknek, vagy éppen a saját generációnknak csak templomban nem járó, vagy a hitet nem nagyon ismerő testvéreinek, embertársainknak. Nos, a Szent Atya kívánságára a megfelelő római úgynevezett minisztériumok, nyugodtan nevezhetjük őket, így a pápa körül dolgozó különböző segédek, minisztériumok kidolgoztak egy csomagot, egy tervezetet, egy ajánlatcsomagot, amiben lebontják egyházmegyékre, esperes kerületekre, plébániák szintjére, hogy milyen programokat javasolnak, milyen ötleteket adnak, amiket ebben a hitévében meg lehetne valósítani. És ebben szerepel a Szent Atya kívánságára, hogy próbáljuk meg a katekizmust, a katolikus katekizmust újra kézbe venni, és megpróbálni megmutatni a híveknek, hogy újra fedezzék fel a hívek a katekizmust. Mi az a katekizmus? A Tridenti Zsinat találta ki először ezt a korábban is már meglévő, mondjuk így, műfajt, de állandó hittankönyvként alkalmazni. A katekizmus annyit jelent, az idősebbek talán emlékeznek rá, hogy kérdés-felelet formájában a katolikus hitet földolgozza. Hány Isten van? Egy Isten van. Hány személye van? Három személye van. Tehát ilyen óvodás módszerekkel kezdődik a gyerekek katekizmusa, a fölnőtteknek pedig egy kicsit bonyolultabban, egy kicsit fölnőttek szintjén, komolyabban megfogalmazva, ugyanilyen kérdés-felelet formájában taglalja a hitet. Nos, a pápa még bíboros korában nagyon szorgalmazta, János pápa kívánságára akkor még, hogy szülessen a katekizmusnak, amilyen jó vastag könyv, egy egyszerűbb kiadványa, egy mondjuk egy kivonata. Latinul ezt úgy hívjuk, hogy kompendium, ami összefoglalja, tehát a legfontosabb részeket hozza, nagyon egyszerű kivitelben, nagyon kézreálló legyen a könyv, hogy könnyebben föltaláljuk magunkat benne, mint a nagy katekizmusban. Ha valaki ezt a kiskönyvet elolvas, és még jobban érdekli, még mélyebben bele akar mászni a témába, akkor át tud térni a teljes katekizmusra. Nos, érdekes vonalvezetése van az Úristennek, mert az a bíboros József Ratzinger, aki ezt nagyon szorgalmazta és annyit tett érte, már 16. Benedek pápaként saját maga írhatta alá a pápai rendeletet, ami ezt a kompendiumot hivatalossá teszi, ugyanis addigra készült el a szerkesztése, az egésznek a nyomdai kivitele, mire már ő lett Péter utóda. Így Benedek pápa neve alatt jelent meg a katolikus egyház katekizmusának úgynevezett kompendiuma, ilyen kis gyűjtemény. Ezt szeretnénk mi tankönyvként a híveknek a figyelmébe ajánlani. Vigyázzat, tehát nem arról van szó, hogy most mindenkit oktatni akarunk, nem is a legjobb szó rá ez, hogy tankönyv, de annyiban talán igen, hogy nem egy polcra való díszkönyvről van szó, hanem egy olyan könyvről, amit használni szeretnénk. Keresztény értelmiségi körrel közösen szervezzük ezt a sorozatot. Nem is előadásról, de egy előadás által bevezetett beszélgetési sorozatról lenne igazából szó. Egész éven át, minden hónap első és harmadik keddjén, 19 órai kezdettel,
amíg nincs hittantermünk, addig a befűtött templomban leszünk. Ha lesz hittantermünk, reméljük, akkor ott igyekszünk kicsit szabadabb légkört biztosítani ezeknek a beszélgetéseknek. Tehát minden hónap első és harmadik keddjén, 19 órakor egy-egy előadó bevezeti néhány gondolattal azt a témakört, amivel foglalkozunk, utána kinyitjuk a kompendiumot, megnézzük a kérdéseket, és beszélgetünk róla. Ez lenne a cél, ez lenne a szándék. Hála a keresztény értelmiségi körnek, akikkel, ahogy mondom, közösen szervezzük ezt az előadás beszélgetés sorozatot, gyakorlatilag fél áron, tehát hallatlan kedvezménnyel sikerült megszerezni ezeket a könyveket, úgyhogy 250, illetve 300 dinárért puha vagy kemény kötésben ott a helyszínen meg lehet vásárolni az egyébként 500-600-700 dinárba kerülő könyvet azoknak, akik szeretnének bekapcsolni, részt venni ezeken az estéken, ezeken a beszélgetéseken, hogy aztán ők saját maguk nyugodtan jegyzetelhetnek beleírhatnak, megjelölhetik a témaköröket, ami nagyon fontos volt. Mindig előre kihirdetjük, legalább egy másfél hónapra előre, hogy milyen témakörök kerülnek sorba. Előre el lehet olvasni a kérdéseket, lehet készülni rá, hogy én ezt vagy azt meg akarom kérdezni, mert nem világos. Tehát szeretnénk, hogy tényleg egy interaktív beszélgetéssé alakulnának ezek az estek. Tehát minden hónap első és harmadik keddjén. Január azért kivétel lesz, mert január 1-e az első kedd, hát mondjuk új év napján nem várunk el senkitől ilyen megterhelést, hogy jöjjön, de egyébként tehát mindig az első és a harmadik kedden 19 órakor kezdődünk. És milyen nyelven még? Magyarul lesznek ezek az előadások, ezek a beszélgetések, tehát mindenkit szeretettel várunk. Nem csak azokat az embereket, akik ismerkedni akarnak a hittel, tehát ilyen kettő célja van igazából ezeknek az előadásoknak, ezeknek a beszélgetéseknek, mert egyrészt szeretném megszólítani azokat, akik érdeklődők, akik úgy szívesen megismerkednének a hittel, tehát nem szentmiséről, vagy zsolozsmáról, vagy imádságról van szó, hanem beszélgetésről. Aki úgy szívesen venné, ha elmondaná neki valaki, hogy miről szól a hit, az egyház erről meg erről a kérdés, hogy mit gondol. Ezt a katekizmus alapján, vagy a katekizmus kompendium alapján szépen meg tudjuk fejteni, ki tudjuk mint egy bontani. De szólnának ezek a beszélgetések azoknak is, akik már templomba járó hívek, akik magukat vallásosnak mondják, gondolják, mert a pápának az is egy szándék, hogy ebben a hitévében mi, akik gyakoroljuk a vallásunkat, mi is újra felfedezzük a hitigazságokat. Mert az is egy nagyon nagy veszélye a vallásgyakorlásnak, sok más veszély mellett, ha a vallásgyakorlat egy kicsit rutinossá válik. Megszokom, hogy templomba járok, megszokom, hogy imádkozom, és lassan elfelejtem, hogy miért is csinálom. Nos, ez az év, ez jó alkalom arra, ez a beszélgetés sorozat is, hogy a gyakorló vallásos emberek is újra felfedezzék a hitnek a mélységeit, mint egy megmerítkezzenek benne, egy ilyen üdítő fürdőgyanánt vegyék ezeket a beszélgetéseket. És végezetül nagyon várnánk a fiatalabb generációt is, azért is tettük ilyen esti időpontban, hogy munka után, iskola után, egyetem után el lehessen még jönni, hogy aki annak idején esetleg hittanos volt, csak éppen nem mélyült el túlságosan a témába, megtanuljon egy olyan könyvet használni, amit mondom, hála a keresztény értelmiségi kör segítségének nagyon olcsón meg lehet vásárolni, tudja ezt a könyvet használni, ha valami kérdése van. Mert ugye valaki ezt megveszi, hazaviszi, kijegyzetelgette magának, bármikor eszébe jut, te jó ég, mi is az az advent? Te jó ég, mit kell csinálni karácsonykor? Most akkor tényleg megtestesülés van, vagy most mi van? Vagy akkor Mária szűz volt, vagy nem volt? Ezeket utána mind utána tud nézni, és ha jönnek a szektársok és zaklatják az embert, akkor meg tudunk válaszolni, hogy igen, mi katolikusok így és így hisszük. És ennek ad egy jó támaszt az, ha van egy ilyen könyv, amit átbeszélgettünk, megismertünk, és ott utána tud nézni, hogy tényleg ezt hisszük-e, tényleg ezt tanítja az egyház. És ahogy a beszélgetést kezdtük, a pápa szándéka szerint úgy tudjuk átadni a hitet egy újabb generációnak, vagy úgy tudjuk képviselni más embertársaink felé, hogy tényleg belső meggyőződésből fakadjon, és ne csak rutinból az, hogy mi mit hiszünk, mit vallunk. Köszönöm szépen, még egyszer tehát első és harmadik kedd. Így van, tehát minden hónap első és harmadik keddjén kertvárosi templomban. Most a télen fűtjük a templomot, fűtött tér várja az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit biztatok, jöjjön el. Szabadkaiak, Szabadka környékiek autóbusszal is meg tudnak érkezni, hiszen ott a templom előtt áll meg az autóbusz. Hála a nagylelkű támogatóknak és Blau Péter úrnak, most már ki van világítva a kertvárosi templom, tehát gyönyörűen ragyog, úgyhogy biztos, hogy meg fogják találni az érdeklődők, tehát minden hónap első és harmadik keddjén 19 órára várjuk az érdeklődőket. Szakály József
kertvárosi plébánost látták és hallották.